Üdv mindenkinek! Arra törekszem, hogy két hónapon belül megunjatok, olyan gyakran jelentkezzek, kihasználva ezeket a hegyeimben nem mehetek időszakot. A következő minta az egy csúcsdísz, egy csillag. Ez azt jelenti, hogy férfi, vezéregyéniség, kitüntetett, tehát minden, amit a vitéz. Bevágjuk! Ezt még beütjük. Különösen az ilyen 13-14-15 centis kopjafákot faragás előtt le kell rögzíteni, le kell szorítani, mert nagy erővel ütöm és elmozognak. Ez egy könnyített csillag. A másik csillag, mindjárt kifaragjuk azt is, ahol befaragom végig. Ahhoz képest ez könnyebb kifaragni, viszont nem olyan kényesek a sarkak, nem törlenek le olyan könnyen a sarkak, mint a másiknak. Kitisztítom. Ez egy 8 rágú csillag, ha megnézzük, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buzogánynak is hívják. Így néz ki, és ilyen egyszerű kifaragni. Egy ennél is gyakrabban használt csúcsdísz, az a teljesen kiszedett 8 rágú csillag. Mivel nincs olyan sok faanyagom, ebből most kifaragom azt, hogy lássuk. Ezt egy kicsit lassabban. Felülről nézve ez így néz ki, majd bemutatunk kézfotókat is róla, tehát ez az igazi 8 rágú csillag. Remélem, hogy rögzítettétek a mozdulatokat, a pad nem mozogjon változatlanul is, és bátran neki lehet ennek is fogni. Vigyázni kell itt az élek, a síkok, nagyon-nagyon
hamar észreveszi a szem, ha valahol elbizonytalanodtam is, nem futnak a vonalak. Sok sikert hozzá!